Művész kávéház nyílik márciusban Békés Csabán, az Ibsen házban. A 20. század elejét megidéző bútorokkal berendezett klub különleges teákat, kávékat kínál majd, és arra is lehetősége nyílik a betérőknek, hogy újságot, könyvet olvassanak. Egyelőre csak mesterek, burkolók, festők és villanyszerelők sürögnek, forognak a leendő művész kávéházban. Azonban hamarosan vendégekkel telik meg az Ibsen ház utcafrontjáról nyíró helyiség. A presszó a századforduló hangulatát idézi majd mind a bútorok, mind a felszolgálók ruházatának tekintetében. Hát ez különleges lesz egyrészt a környezettől, hiszen itt megpróbálunk egy 20. század elejé hangulatot varázsolni, mind a bútorok, mind a festés, mind a színek tekintetében, és a másik különlegessége pedig a kínálat lesz. Igyekszünk olyan kínálatot összeállítani, ami nincs Békés Csabán, tehát hogy olyanokat lehet inni, olyan teákat, olyan kávékat, olyan különleges kávékat és teákat, olyan különleges édességeket, amik sehol máshol nincsenek, csak itt nálunk. A márciusban nyíló kávéházban nem csak testi, hanem szellemi táplálékot is találunk majd. Seregi Zoltán elmondta, kialakítanak egy pódiumot, ahol kamaraműsorokkal, zenés estekkel is várják az érdeklődőket. Ezen kívül kártya és sakkasztal, illetve olvasósorok is helyet kap majd a helyiségben.